Számuk sokasságával próbálta igazolni Laura Kodruca Kövesi a korrupció ellenes ügyészség hatékonyságát. A DNA vezetője elmondta, tavaly 1250 szemét állítottak bíróság elé, és ötször több magasrangú politikusnak kellett felelni a bíróság előtt, mint 2013-ban. Eljárás indult egy miniszterelnök, 5 miniszter, 16 képviselő és 5 szenátor ellen. Kövesi továbbá közölte, az ügyészek által tavaly lefoglalt csúszópénzek összege megközelíti a 500 millió eurót. A rendőrállami túlkapásokat jelző, egyelőre kisebbségben maradó hangok ellenére a korrupcióellenes ügyészség népszerűsége csúcsán van. A beszámolót követően Raluca Pruna igazságügyi miniszter bejelentette, javasolni fogja Laura Kodruca Kövesi mandátumának meghosszabbítását a DNA élén.